Máson indult az idei méhészeti szezon. A koronavírus járvány okozta kezdeti nehézségeket, a tavaszi fagyok és az asszá is súlyosbította, viszont fellendünt a kereslet a magyar méz iránt. Közben a recevirágzása most ért véget, hogy milyen volt a termés és hogy milyen év vár a méhészekre, arról már Barna is vendége beszélget. Köszönöm szépen a külső stúdióban, ott van Bros Péter urat, Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Elnöke. Jó reggelt kívánok! Kicsit azért menjünk vissza az év elejére. Kiválóan telelt az állomány, de itt volt a márciusi-áprilisi fagy. Mit hagyott maga utána a fagy? A nagyon enyhetél volt, hosszú enyhetél volt, korán kezdődött a tavasz, Régóta nem volt ennyire pozitív a méhek telelése, tényleg jó erőben várták méheink az első árumézet adó növényünket a repce virágzását, bizakodtak a méhészek mindaddig, amíg március utolsó napján és április első éjszakáin meg nem érkezett a fagy, nagyon sokan emlékeznek arra, hogy egy héten keresztül éjszakánként 10 órán át fagypont alatt volt a hőmérséklet, az ország egyes részein mínusz 8, mínusz 10 fok is volt. Ez méhészek számára azért fontos tény, mert március végén már megpattant az akác első virágrügye, és köztudott, hogy az akác idegen honos növényünk ő nem alkalmazkodott még Kárpát-medencéhez, és fagyérzékeny. És az ország 80%-án elfagytak az első virágrügyek. Ez azért fontos, mert rügypattanástól 40 napra szokott virágozni, és az első virág adja a legtöbb nektárt. Ad, ezek után még a növény az elhalt rügyet leejti, és kijön egy úgynevezett másodvirágzás, sarju virágzás, aminek viszont a mézelése rendkívül szeszélyes. Pontosan, még a szakemberek sem tudják, hogy egyes években szokott mézelni a sarju, egyes években nem. Egy szó, mint száz, rendkívül szomorúak voltunk mi, magyar méhészek. Egy reményteli évvel indultunk, és egyszerűen ez a hosszú fagy teljesen tönkretette a kácserdeinket. Tudni kell, hogy nekünk fő árbevételi forrásunk az akácméz. Európában található, európai akácerdők kétharmada Magyarországon ő, található. A megmaradt méz értékesítésével milyen problémák voltak? Bár úgy tudom, hogy azért vannak pozitív jelek is. Abszolút a járvány ö, legelején, amikor is betódultak nem csak Magyarországon, Európában is az emberek az üzletekbe, élelmiszert vásárolni, senki nem tudta, hogy mi lesz és bespejzoltak, ez érezhető volt a mézpiacon is. Akkor azt mondom, hogy mézpiac, akkor nekünk magyar mézeknek kettő piacunk van, egy hazai piac, érezték a piacos méhészeink, a közvetlen mézet értékesítő méhészeink, és a hazai üzletláncokban forgalmazó mézkiszerelőink is, hogy meglódult. Volt egy hét, tíz nap, amikor ilyen karácsony közeli őrület volt, nagyon örültünk neki, már amennyire ugye egy járvány idején lehet bárminek is ö, örülni, és viszont külföldön is kifogytak a polcok, és ezért azok a nagy nyugat-európai mézkiszerelők, amely importmézre kényszerülnek, ők ö, az importot úgy értem, hogy egy olasz, francia, német kiszerelőnek nem jut a saját nemzete mézéből, ők nagy igényt mutattak arra, hogy a magyarok szállítsanak, többek között azért, mert akadozott a harmadik országbeli ellátás, a levámolt mézek a kikötőből hamar elfogytak, viszont nem érkezett, főleg Ázsiából az utánpótlás. Nehezítette az első egy-két hetet, de hál' Istennek csak ezt a tíznapos időszakot a szállítási problémák. Legnagyobb felvevő piacunk az olasz piac, és különösen Olaszországba nem mentek ki a kamionok, de két hét után rendeződött, hál' Istennek a helyzet, és lehet azt mondani, hogy kiürültek a magyar mézraktárok. Igaz, hogy nyomott áron, igaz, hogy ez a pillanatnyi kereslet nem eredményezte sajnos azt, hogy megemelkedjen a mézár. A kezdeti eladási értékesítési nehézségek kapcsán, mikor a kis piacokat bezárták és nem tudtak a méhészek értékesíteni, aztán elindult egy háztól való értékesítés. Ki tudta ezt váltani, tudta pótolni a kiesést? Teljes mértékben nem tudta kiváltani, de nagyon jól mondja, hogy minket érzékenyen érintett termelőket, sok száz méhészünk abból él, abból tartja el családját, hogy hétvégi piacokon árulja a mézet, és valóban mi is teljesen egyetértettünk az agrárminiszter azon felhívásával, hogy a szabad térben lévő úgynevezett paraszpiacokat nyissák meg, újra engedjék oda az őstermelőket, érintett minket, hiszen az emberek megijedtek, nem szívesen mentek el személyesen a méhészhez sem, tehát valóban negatívan érintett minket a paraszpiacok bezárása. Azt, hogy Ázsiából a onnan rendelt áru ideérkezése akadozik, és Európában is viszonylagos hiány van mézből, ez a magyar méhészek számára, a magyar méze számára jelenthet tartósan új piacokat? Abszolút jelenthet. Nem is úgy fogalmaznék, hogy új piacot, hanem a meglévő piacon talán igény fog mutatkozni a magyar mézre. Annál is inkább, itt ne felejtsük megemlíteni, hogy mindenki tudja már a világon, hogy nagyon fontos a vírus terjedését nem tudjuk megakadályozni, viszont ha megkapjuk a vírust, legyünk felkészülve, szervezetünk immunrendszere legyen maximálisan felpörögve, hogy várja azt a vírust, és legkisebb hatásokkal, és túl legyünk rajta, és ennek egyik legfontosabb eleme a méhészeti termékek fogyasztása, és felértékelődött ezáltal a minőségi méz irányába, a kereslet, tehát nagyon reméljük, hogy a jövőben sem fognak elpártolni a magyar és általában Európai Unióban termelt mézektől a nyugat-európai mézkiszerelők. Rövid kitérő több helyen olvastam, persze vagy igaz vagy nem, de képeket is láttam róla, ez persze még nem jelent semmit, hogy sokan írták, hogy látjuk, látják, hogy virágzásban permeteznek a gazdák, nem biztos, hogy járatosak ezükben, és sajnos ez a mélyek pusztulásához is vezet. Ezzel mi a helyzet? Így van. Április 30-a volt Magyarországon a méhek napja, ekkor szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy tavasszal a kiskertekben virágzás alatt ne permetezzenek. A nagy gazdálkodók minnyáján ö, tudják, hogy ez törvénytelen, de sajnos a kis gazdák, különösen akik hétvégén érnek ö, rá, előszeretettel permeteznek virágzás alatt, és nem értik meg, hogy hiába tartják egészségesen, károkozómentesen az adott növényüket, gyümölcsfájukat, ha elpusztítják a természetes beporzókat, ami éppen akkor a virágon dolgoznak, ugyanúgy nem lesz termésük, hiszen beporzók nélkül egyszerűen nem jöhet létre a megtermékenyítés, nem lesz rajta termés. Hál' Istennek, én úgy érzem, egyre többen tudják Magyarországon, hogy a méheket és a beporzókat óvna, óvni, védeni kell, és be kell tartani, igenis azokat az előírásokat, ami a legfontosabb például, hogy virágzás alatt soha semmivel semmit ne permetezzünk. Elnök úr, köszönöm szépen! Köszönjük szépen!